Szia! 2020-ban a csukát megelőzve a süllő lett az év hala. Ezt fogom most bemutatni ebben a videóban. A süllő Közép- és Kelet-Európában elterjedt faj, de másfelé is betelepítették. A Kárpát-medence vizeiben őshonos, a keleti elterjedési határa az Aral-tó. Hiányzik azonban Nyugat- és Dél-Európából, bár Olaszországban telepítik. Hazánkban gyakori. A nem túlságosan gyors folyószakaszokon, valamint a jó oxigénellátottságú, szennyezésektől mentes állóvizekben érzi jól magát. Jól alkalmazkodik a sókoncentráció változásához, így félsós, torkolat közeli tengeröblőkben is megél. Elkerüli viszont a laza üledékkel fedett mederrészeket és az elmocsarasodó vizeket is, mivel a lebegő iszapfelhő szemcséi a kopoltyú lemezei közé jutva a hal pusztulását okozhatja. A mederben szívesen tanyázik nagyobb kő vagy tuskó mellett, szereti a búvóhelyeket. Egészen az 1700-as évekig azt gondolták, hogy a süllő valami hibrid fajta, a csuka és a sügér keveréke. Ezért adta neki a svájci zoológus Gessner az 1500-as években magyarra fordítva a csuka sügér nevet. A leírásában többek között a következőt olvashatjuk. Ennek a különleges halnak a feje egy csukáé, de a testének többi része meg egy sügér. A süllő nagyra növő, megnyúlt testű, oldalról lapított hal. Zöldes szürke alapszínét, szabálytalan alapú és elrendeződésű, sötétebb harántsávok mintázzák. Két hátúszóját, valamint farokúszóját fekete foltsorok díszítik. Feje nagy, csúcsban nyíló szájában erős fogak ülnek, melyek közül kiemelkednek ebbfogai. Az ivarérett példány testhossza 40-50 cm, testsúlya 1-2 kg. A másfél kilósnál nagyobb példányokat fogasnak vagy fogassüllőnek nevezik. Ezt a nevet a szájában lévő 4 darab kapófogáról kapta, 2 felül 2 lent, melyek segítségével zsákmányol. Ezt mindjárt látni fogod a következő dián. A süllő ragadozó. Táplálékának zömét elsősorban a küszt képezi, de étlapján szerepelnek egyéb kishalak, ikra, rákfélék, bogarak. A támadáskor elvéti áldozatát, visszavonul a fedezékébe és nem üldözi tovább a prédát. Itt láthatod az előbb említett veszedelmes kapófogakat, vagy más néven ebbfogakat, felül 2 és alul 2 található a szájüregében. Ivarérettségét 3-4 éves korában éri el. Március-áprilisban szaporodik. Az ivóhelyet a hímsüllő választja. Az ikrák lerakása és kikelése alatt őrködéssel gondoskodik az ivadékok biztonságáról. A kikelő ivadék kezdetben a szikszacskóját éli fel, majd megkezdi ragadozó életmódját. A világon kifogott legnagyobb süllő több mint 18 kg, hossza 116 cm volt. Magyarországon a legnagyobb, közel 15 kg-os példányt 2007-ben fogták. A süllő fehér húsában kevés szálka van, zsírt alig tartalmaz és nagyon ízletes. Azáltal, hogy a süllő az év hala lett, nagyobb figyelem övezi a tudományos kutatásban és az ismeretterjesztésben. A legfontosabb cél minél szélesebb körben ismerté tenni és népszerűsíteni őshonos halainkat. Köszönöm a figyelmedet! Itt következnek a források.